Már csak pár pillanat is kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dénes Gábor, Balázs Béla díjas filmrendező, stúdiónk vendége. Szép jó reggelt, köszönöm, hogy ilyen korán reggel befáradt hozzánk. Önről azt szokták mondani, hogy egy zsidó filmrendező. Mitől zsidó egy filmrendező? Kezdjük a következőképpen, ha megengeded, próbáljuk meg a beszélgetést úgy, ahogy kint beszélgettünk, hogy tegeződtünk. Nagyon nehéz nekem ez a kettős szerep. Jó, ha megoldható a dolog. Már meg is oldottuk, természetesen adásban vagyunk, és kedves nézőim, látják, így kell adásban megoldani a problémát. Az udvariasság az azt kívánja, de ez egy képmutatás, úgyhogy tegeződünk. Tehát mitől vagy te a filmrendezők között nyilvántartva, ez a szó rossz, hogy nyilvántartva, azt szokták mondani, hogy a zsidó-zsidó témákkal foglalkozó Balázs Béla díjas filmrendező. Ez a dolog nem függ össze, azt gondolom, hogy ezt nagyon ritkán hallom. Én soha nem hallottam. Az semmi baj, ez egy zsidó közösségi televízió, itt minden belefér. Én nagyon sok olyan filmet készítek, ami valamilyen módon a zsidósággal, elsősorban a magyar zsidósággal valamilyen kapcsolatban van. Legyen ez tudománytörténet, legyen ez a zsidóság története, legyen ez holokauszt. Tehát elég sok ilyen munkám van. Mit tartasz a főművednek, amiért szerinted már egy Oscart is kaphatnál? Azt hiszem, azt még nem csináltam meg. Meddig kell rá várni, hogy megcsináld? Hát fogalmam sincs. Én nagyon szeretném megcsinálni a Shanghai Magyar című filmemet, ami a Komor Pálról szól, aki Shanghaiban annak idején 40 ezer embert bújtatott el és mentett meg a holokauszt elől. Nagyon kevesen tudják egyébként, hogy ott a shanghai gettóról talán hallottak, de hogy azt egy magyar csinálta, elég sok magyarral, arról nagyon kevesen tudnak. Én közben nagyokat hallgatok, mert én tudok róla, de mindent, ami nézőinkért. Igen, örülök neki. Én elég rég kezdtem ezt a dolgot, 1983-ban forgattam le a Naima Jánosról szóló filmemet, ami azt gondolom, hogy egy korszakos film volt, hát csak ilyenek szerepeltek benne, mint Wigner Jenő, Tellerede, Asimov, Pólya György, tehát az egy nagyon izgalmas film volt ilyen szempontból, és megpróbálta ezt a 20-as évek, 10-es, 20-as évek zsidó-magyar kultúráját valamilyen szinten bemutatni. Persze, ha megszámoljuk, akkor több Nobel-díjas is volt. Hát a Wigner az Nobel-díjas volt, ugye a Neumann sajnos nem volt, mert a matematikusok nem kapnak Nobel-díjat, a Teller... Én Neumannt akkor is Nobel-díjasnak tartom. Én adtam neki egyet. Igen, hát az volt a baj, hogy a Nobelnek a volti felesége, és állítólag egy matematikus elszerette, és akkor bosszúból azt mondta, hogy a matematikusok ki vannak zárva, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy amit a Neumann csinál, tehát azon kívül, hogy a matematikát megújította, hogy a számítógépet megteremtette, hogy a modern közgazdaságtan megteremtette a játékelmélettel. Tulajdonképpen hát egy olyan pasas volt, aki megváltoztatta a világot. Én közben itt belemerültem ebbe az egylapos prosiba. Mégis mi az, ami legközelebb ezekből a filmekből közel áll hozzá? Tudok szabadulni ettől az alapkérdéstől, hisz ezek minden film tulajdonképpen a saját gyermeked. Tehát mindegyiket ugyanúgy szereted, de biztos van egy, amelyik azt mondod, hogy ez sikerült a legjobban. Nézd, amit én nagyon szeretek, és amiben rengeteg munkám van, és abszolút azt érzem, hogy különleges módon lett feldolgozva, az például a Szenes Hanna. Hogy ez egy egész estés film, amit én 5 éven keresztül csináltam. Ami azért érdekes... Kedves nézőim, Hanna Szenesről beszélünk, arról a fiatal lányról, aki kivándorol Izraelben, majd visszatér és Magyarországon a mártírok útján hajtják rajta végre a halálos ítéletet.
Arról a hősről, arról az emblematikus figuráról beszélünk, ami nincs olyan izraeli állampolgár, aki nem mindegy himnuszt, mint az ország második himnuszát énekelné, szavalná az ő versét, amelyből a leggyönyörűbb sor, ke rishrusei hamáim, mint a víznek a moraja, ahogy a kövek között megy, arról a Hanna Szenesről van szó. Szóval, hogy az az érdekes, hogy én egy magyar Szenes Hannát készítettem. Sokan csináltak Szenes Hannáról filmet, játékfilmet, dokumentumfilmet, de én megpróbáltam a magyar Szenes Hannát megcsinálni. Megkerestem azokat az embereket, akik együtt voltak vele, akár a börtönben, akár a kibucban, akár a Magyarországra való visszatérés előtt, Jugoszláviában. Tehát próbáltam olyan embereket felkutatni, akik nem hallottak róla, hanem még valóban személyes. Arca volt, hát volt költő, volt ejtőernyős. Az ejtőernyőség, én azt gondolom, hogy az egy by the way. Szóval az akkor mindenkinek ezt meg kellett tanulni, meg kellett tanulni a Morze ABC-t, meg ugye az angol hadsereg egy ilyen intenzív kurzust csinált nekik. Fantasztikus történések vannak ebbe az egy témába is, ugye, hogy a cionizmus, a magyar cionizmus, ahogy érik. Borzasztó érdekes, amit a testvére, a Szenes György, aki Hajfán élt, mesél, hogy az Anikó, egyébként Szenes Anikónak hívták eredetileg, itthon elkezdett érdeklődni a cionizmus iránt, és ő úgy érezte, hogy neki ki kell menni Palesztinába. A Szenes György akkor már Franciaországba élt, és elkezdett érdeklődni a cionizmus iránt, és azt érezte, hogy nekik el kell menni Palesztinába. Tehát hogy jön ez az erő független egymástól? Nem tudták egymásról, hogy ez érik. Tehát nagyon sok emberben ez egyszerre érett meg, és ez egy fantasztikus dolog. És aztán, amikor, hogy az élet milyen, ugye Szenes György később ér ki Palesztinába, Hajfán megérkezik a hajóval, ott megkérdez egyik pasast, aki ott hordárként dolgozik, hogy hát az én húgom itt van valami kibucba. Milyen kibucba? Sztodjám. Hát én is onnét vagyok. Tényleg? És talán ismered a húgomat. Hogy hívják? Hanna Szenes. Hát persze, hogy ismerem. Majd én szólok neki. Másnap megjelenik egy ilyen hivatalos fekete autó, és bemondja a táborban, hát ez egy ilyen átmeneti tábor volt, hogy a Szenes Györgyöt kérik az irodába. A Szenes Gyuri bemegy az irodába, és ott áll szembe vele egy angol katonanő, akit meg se ismer először. Ő volt az Anikó. És azt mondta, hogy nyugi, délután kiviszünk. És délután kivitték őt. És Tel Avivba elmentek, egy perc még ez a történet gyönyörű, és Tel Avivba az Anikó lakásán ottan találkoztak, és lementek sétálni, jött egy fotós, aki lefényképezte őket, mint egy szerelmes párt, és mondták, hogy köszönjük, nem kell, de megvan a kép. A lényeg az, hogy este vallja be az Anikó, hogy másnap ő neki Egyiptomba kell menni, és soha többé nem találkoznak. Ez a fotó az egyetlen, ami megmaradt. Kedves nézőim, itt kell, hogy a könnyek eleredjenek. Én is egy pillanatra elérzékenyültem, és ha már lehet privatizálni, ha már az ember, amikor műsort vezet, privatizálhat, a levéltárakban a hatóságok azt írták rólam 1973-ban, miután diszidáltam, hogy a Magyar Cionista Föld Alatti Mozgalom vezetője voltam, el is ítéltek. Minden esetre egy biztos, hogy amikor diszidáltam, akkor még igazából nem is tudtam, hogy mi az a cionizmus, de ezt a sztorit nem csak tőled ismerem, hanem nagy Hanna Szenes rajongó vagyok. A művet is ismerem, és a munkásságát. Tényleg ez a fénykép az utolsó, az egyetlen és az utolsó kép. A borzalmas befejezést megtudjuk. Nagyon rövid egy ilyen reggeli műsoridő ahhoz, hogy meg is tudjuk, hogy ki vagy te. Milyen a sorsa 2017-ben egy olyan rendezőnek, aki nem nyomul kellőképpen? Minden rendezőnek nagyon nehéz a helyzete.
Nem csak azért, mert nagyon nehéz ma a filmet készíteni, nagyon nehéz azt a pénzt összeszedni, amiből egy mű elkészülhet, hanem azért is nehéz, mert amikor megcsináltad a filmet, akkor nem tudod, hogy mi lesz a film sorsa. Nagyon kevés olyan produkció van, ami kellő helyet kap a médiába, aminek kellő felülete lesz. Tehát régen, ha lement egy filmed a televízióba, az egy ügy volt, akkor még napokig arról beszéltek. Igaz, hogy volt két televízió. Ma akármelyik csatornán lemegy a filmed, hát esetleg egy pár száz ember látja. Tehát borzasztó nehéz helyre tenni valamit úgy, hogy amit te évekig csinálsz, az valóban közügy lehessen. Tehát az a munka, amit én speciál ebbe ittem beletettem, most én készítem a magyar zsidóság történetét a római kortól napjainkig. Annak idején Raj Tamás rábeszéltem, és ő az egész történetet annak idején elmondta, én fölvettem, és ezt darabonként csinálom, 11 részes lesz, ha minden igaz, ha nem 12, most tartok a 9. résznél. Na most, most már lassan ugye látom a végét, de még mindig nem tudom, hogy mi lesz a filmmel. Hogy tudom én ezt a 10-szer, vagy 11-szer 30 percet úgy adni, hogy te Gábor, tanulj belőle. Ma már másképp van ez. Először is mindenek előtt, amikor egy fiatal rendező megpályázik valamit, először egy befogadó nyilatkozatot kell, hogy hozza. Igen. Mi vagyunk az a televízió, aki alig vagyunk 3 hónaposak, de már sok-sok befogadó nyilatkozatot tettünk, és a nagy kereskedelmi televíziók, azok odaadják a befogadó nyilatkozatot, majd valamikor egy novemberi esős vasárnap éjszaka be is mutatják, lehet, hogy a műsorba sem írják bele, eleget tettek, kész, a film meghalt. A Kódol csatornán. És a film meghalt. Mi a következőt találtuk ki, köszönet ez kollégámnak is. Mi fölkarolunk olyan fiatal és idős rendezőket, akiknek a témáikban valami zsidó téma volt, hisz mi egy zsidó közösségi televízió vagyunk, aki hamarosan 1,5 millió otthonhoz jut el, és korlátlan a lehetőségünk külföldön. És azoknak a filmjeit elkezdtük bemutatni. Jogdíjmentesen, azaz, hogy egy forintot nem adunk érte, lehetőséget adunk nekik. Hisz olyan gazdag a magyar filmgyártás, és annyira sok lekvárt lehet készíteni ezekből a gyümölcsökből, amik időközben megfonnyadtak. Némelyik, egy film soha nem veszít az aktualitásából, de mi erre adunk lehetőséget, mi nem egy filmcsatorna vagyunk, de minden olyan témájú zsidó filmet, amit jó szívvel hoz az alkotó, azt mondjuk, hogy mi eljutatjuk oda, ahol még soha nem volt a film. És ha kell, akkor bemutatjuk 3-szor, hisz ezekre szükség van. És szerintem annál nagyobb embertelenség nincs, amikor egy könyv fölkerül a polcra, és nincs, aki kinyissa, és egy film, amit nem mutatnak be. Kedves nézőim, az elmúlt negyed órában stúdiónk vendége volt Dénes Gábor, egy Balázs Béla díjas filmrendező, és hogy az örökkévaló úgy akarja, akkor lesz belőle még, na meg hogyha lesznek jó PR emberei, hisz egy jó film az nem elég. Kellenek olyan kommunikációs szakemberek, akik ezt eljutatják a világ minden részébe, és akkor jönnek majd ugye az akadémia tagjai, és akkor jelölik, és akkor lehet, hogy a végén kap egy kis szobrocskát, de higgyék el nekem, a szobor megkapása után a napok ugyanolyan hétköznapok lesznek, hisz minden film egy újabb szülés, minden gyerek meghozza a saját szerencséjét, minden filmrendező arról álmodik, hogy eleget tehessen bibliai küldetésének, sokasodjatok és szaporodjatok, és ha tehetitek, akkor telítsétek meg saját gyártmányaikat, a saját filmjeitekkel a világot. Ez lesz a végszó, ezzel búcsúzom önöktől, illetve Dénes Gábor filmrendezőtől, akit visszavárunk 7 órás vendégnek, amikor hosszabban meg tudjuk tárgyalni munkásságát. Ennyi, ami mai beszélgetésünkbe belefért. Köszönöm a lehetőséget. Köszönöm. Most előzetesek, és utána jönnek a híradók, a viszontlátásra.